Folytassuk akkor a vizsgálódást, és nézzük meg, hogy hogyan is váltunk részévé annak a gyülekezetek, annak az eklésiának, amit a mindenható, illetve a megváltó kiválaszt, a megváltó keresztül kiválaszt magának, akiket kihív, akik az ő útján járnak. Ez az, ami ennek a sorozatnak a tárgya. Ez a Hukanon János 15-ös fejezet, és kicsit egyszerűbbre vesszük Legalább a kezdeteket az Easy to Read e, Biblia verzióval. Egyes, én olyan vagyok, mint a szőlő. Atyám pedig olyan, mint a szőlős gazda. Akkor ezek szerint a kettő nem egy és ugyanaz, és nem is egyenrangú. Attól függetlenül, hogy egyek gondolatban, egyek az alapján spirituálisan, de hogy mit cselekszenek, és mit akarnak, de a kettő nem lehet egy és ugyanaz, ha ő olyan, mint a szőlő, az atya, meg olyan, mint a szőlős gazda. De ez most nem is tárgya ismét ennek. Ugye a Szentlélekről szó sincs, hogy a Szentlélek meg olyan, mint a szőlő szem, vagy olyan, mint a föld, vagy bármi. Úgyhogy a Szent Háromság dolog az nem fog működni. Mindegy is. Minden vesszőt levág rólam, amely nem terem gyümölcsöt termő veszőimet viszont megmetszi, megtisztítja, hogy még bőségesebb jobb termést hozzanak. Ki az, aki nem terem gyümölcsöt? Ki az, akit viszont megmetsz, megtisztít, hogy még bőségesebb jobb termést hozzon? Két különböző embercsoportról van szó. Az egyik, aki nem terem gyümölcsöt, mert nem azon az úton jár, így nem tud gyümölcsöt teremni. A másik viszont, aki azon az úton jár, az tovább ö, űzi és hajtja és tanítja, hogy még többet ö, kihozzon belőle. Ez a gondolat, hogy azt, aki gyümölcsöt terem, tovább ö, tanítja, ez egyáltalán nem új hiszen példabeszédek Misli 3-as fejezetben ugyanerről mert aki szereti a hua megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Akárcsak Misli példabeszédek 13 fejezet, aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát, aki pedig szereti azt, meg, megkeresi őt fenyítékkel. Így segítve elő azt, hogy még közelebb kerüljön a teremtőz, illetve, hogy még hatékonyabban dolgozzon. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, a szó által, a mindenható szava, a megváltó, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Ha az ember eltér attól az úttól, amit a megváltó képviselt, akkor ő nem marad meg a szőlőtőkén. Ha más parancsolatokat követ, ha más életmódot folytat, akkor az nem ugyanaz a szőlőtőke. Így azt mondani, hogy más a ránk vonatkozó követelmény, mint ami rá vonatkozott, vagy egy embercsoporta, vagy akármire, az nem fogja megállni a helyét, hiszen az nem ugyanaz a szőlőtőke. Én vagyok a szőlőtő, ő, ha másiák, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ugyanazt ismétli meg még egyszer, hiszen aki nem marad meg azon az úton, az nem fog tudni igazi hasznot hajtani a teremtőnek, hiszen az egy másik úton indul el. Ha valaki nem marad meg én bennem, kivettetik, ugye számtalanszor előfordult azok, akik a kerítésen kívül kerülnek, azok, akik értéktelenek, azok, akik gonoszak, azok, akik törvénytelenek, mint a szőlővessző és megszárad, egybegyűjtik, ezeket is tűzre vetik és megégnek. Ez ugye a második halál, ugye, Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, Kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Nem az, az a baj, hogy a legtöbb ember ezt a részt ragadja ki ebből. Kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz néktek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, az, az sajnos valahogy elkerülje a figyelmüket. Az, hogy ő bennünk marad, és az ő beszéde bennünk marad, az azt jelenti, hogy mi követjük azt, amit ő csinált. Nem csak azt mondjuk, hanem úgyis cselekszünk, akkor marad bennünk, és akkor, amit kérünk, az az, amit megad nekünk. Persze nem azt, amit mi akarunk, hanem azt, amit ő úgy lát, hogy mi készen állunk rá, és nekünk szükségünk van ahhoz, hogy tovább haladjunk az úton. Az, hogy ez anyagi javakban megnyilvánul le, az, az egy másik kérdés, nem feltétlen. Nem, de nem is feltétlenül kell, hogy úgy megnyilvánuljon. Ami az előre lépésünkhöz szükséges, az az, amit meg fog adni nekünk, mint ahogy azt megígért. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. A dicsőségét hirdetjük azáltal, hogy mi ennek a gyülekezetnek, ennek, ezeknek az embereknek, akik kiváltak a világból, ennek részesei vagyunk az eklésziának és úgy termünk gyümölcsöt, hogy egyrészt megtérünk, elhagyjuk a régi életmódunkat, másrészt másoknak utat mutatunk, és esetleg másokat oda vonzunk. Így leszünk az ő tanítványa. Ez azonban nem lehetséges csak akkor, hogyha ő benne megmaradunk, és az ő beszédeit megtartjuk, az ő szavát, az ő törvényeit, ami ugye ugyanaz, mint amit az atya akart volna mondani, illetve amit ő mondott. Ő pedig nem mondott semmiféle újdonságot, ezt ő maga mondja, mert én, J János Jehukonon 12. fejezet, mert én nem magamtól szóltam, hanem az atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, amiket azért én beszélek, úgy beszélek, amint az atya mondotta vala nékem. Úgyhogy, hogy lehetne... Hogy lehetne egy másják maga az atya egy szemében, mikor, mikor az atya parancsolta neki, hogy ő mit mondjon, akkor ugyanazt az üzenetet kellett, hogy hozza, amit mindig is közvetített a tanák, vagyis az Ószövetségen keresztül az embereknek. Csak most testben jött el, és nem úgy, mint egy malák, vagyis egy angyal, vagy egy, egy üzenet közvetítő. Ugyanazok a parancsolatok, amelyek örök élet, ami örök élet volt mindig is, ugyanezeket szólta ő, erről beszél itt. Hogy abban dicsőítetik meg az ő atya, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, hiszen követitek azokat az utasításokat, amelyeket ő adott nekem, amelyek mindig is álltak. Én megnézzünk két vers szakot innen, és visszatérünk erre a dicsőítetik szóra. Amiképpen az atya szeretett engem, a Teremtő Jahua, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben, tehát az ő szeretete, az atya szeretete egy és ugyanaz. A szeretet. És az pedig az, hogy, ő meg, hogy mi megmaradunk az ő beszédeiben, így mutatjuk ki, és úgy is cselekszünk, és akkor dicsőítjük az atyát, hiszen ez a feladat mindenkinek, ezért jött a megváltó, és nem azért, hogy saját magát Istenné kiáltsa ki, hanem hogy dicsőítse az atyát. Ha az én parancsolatimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Tehát az atya az, aki a parancsolatokat ö, elküldte. És mivel ő nem változik, ugye ahogy mondtam Alakiás 3 3.6-ban, ezért a parancsolatok mindig ugyanazok maradnak. Ugyanúgy ahogy megmondta azt itt is. A feladatunk az, hogy dicsőítsük az Atyát azáltal, ahogyan élünk, hogy másképp élünk, nem úgy, ahogyan a pogányok, ahogyan a világ, hanem úgy, ahogyan azt ő meghatározta nekünk. Ekkor lehetünk lámpás a többi ember számára. Nem azzal, amit mondunk, nem azzal, amit gondolunk, hanem ahogyan élünk. Ez a szó, dicsőítetik. Strong's G, 1392, Daxadzo, Daxadzo. A Daxadzo szó, ami annyit jelent, hogy, hogy arra gondolni valamire, feltételezni valamit, vagy valamilyen véleményen lenni. Dicsőíteni, magasztalni, felnagyítani, ünnepelni. Valamit megbecsülni, Csodálatos ruhákban felöltözni, csillogó, ragyogó ruhákban felöltözni, dicsőíteni, dicsőséget adni valaminek valakinek, tökéletességet adni, tökéletessé tenni, ismerté tenni, illetve azt, hogy valaminek a dicsősége és az értéke meglátszódjék, illetve megjelenjék és ismerté váljék. Szóval gyakorlatilag híresztelni az ő eh, dicsőségét, őt magát elterjeszteni a világon, ezt a véleményt. Ezt jelenti, ez a szó, hogy tocsádzó, eh, ami ugye a dicsőítetik, hogy elterjesszük őt magát a világban. Hogyan másképp tudnánk ezt megtenni, ha nem úgy, hogy eh, úgy viselkedünk? Beszélni, ha, ha azzal el lehetett volna akkor már a keresztény egyház ezt megtette volna. Azonban az nem elég, ha az ember beszél és a száját jártatja, hiszen a hit cselekedetek nélkül halott. Ahogyan azt Jakab második fejezetben elmondja, a dokszádzó szó a görög szóból ered, ami Strong's G 1391 Doxa 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 és elsősorban ez a szó véleményt jelent, ítéletet vagy nézetet. Aztán szintén véleményt, egy, egy, megbecs, egy, becslést, vagy pedig jó vagy rossz véleményt valakit érintően, valakiről. Az Új Testamentumban, a Pritkádasában mindig jó véleményt jelent, valakiről, valakinek jó véleménye van, Dicsőítésben, becsületben, illetve dicsőséget eredményez. Harmad sorban fényességet vagy ragyogást, akár hold a nap, csillagok ragyogását, vagy pedig valaminek a nagyságát, tökéletességét, felsőbbrendűségét, dicsőségét és megbecsülését jelenti, illetve egy, egy királyi felsőbbrendűséget, és ha erről van szó, akkor bármi, ami a mindenhatóhoz tartozik, vagy bármi, ami a megváltóhoz, vagy az angyalokhoz. Nagyjából ennyit a doxa szóról, ami a görög szóból ered. Strong's G1380, Dakeo. 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 Ami gondolni, vagy valaminek tűnni, feltételezni, jónak tűnni, ilyen értelemben használja a Brit Kaddusha, az új, új testamentum, és valamilyen véleményen lenni, valamit gondolni, valamit feltételezni, illetve valaminek tűnni, valaminek számítani, valaminek, valaminek tűnni, de reputed az jó nevű, vagy pedig híres, harmadsorban pedig valami, Valahogyan tűnik valaminek, valakinek, valaki gondol vagy ítél valamit valamiről, és ez az, amit jelent. Szóval ez maga a szó, szádzó, ami dicsőítetik. Csak azért akartam megnézni, hogy tudjuk pontosan mi is az, amire, amire vonatkozik ez a szó. Ez nem azt jelenti, hogy mi úgy beszélünk, hanem úgy hogy azt jelenti, hogy mi úgy cselekszünk, és ezáltal elterjesszük a világban ezt, a dicsőségét az atyának. Felmagasztaljuk, ragyogóvá tesszük a nevét, az ő törvényeit, és azt az életformát, amit ő meghatározott számunkra. Azáltal ahogyan élünk. Sokkal inkább, mint ahogyan beszélünk. És az is gondolom nyilvánvaló, és világos, hogy az ő parancsolatai, megváltó parancsolatai egyenlőek az atya parancsolataival, amik nem változnak meg. Úgyhogy akik eltörölgetnék meg, kidobálják a tanákot, az, az úgynevezett ótestamentumot, azok rossz úton járnak, azok nem fogják tudni dicsőíteni az atyát, ami mindenkinek a feladata lenne. Nézzük meg, első Péter első fejezet hogy mit ír ugye Péter Kefa, Jakusa Hamásiák apostol a Pontosban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Biviniában elszélet jövevényeknek, akik kivannak választ az atya Elohim eleve rendelése szerint a lélek megszentelésében engedelmességre és Jakusa Hamásiák vérével, vérével, való meghintésre kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen ugye ezek jövevényekhez szól ezeken a területeken, akik nem mások, mint uh, izraeliták élnek ezeken a területeken, hiszen ezért hív őket jövevénynek. Ádott az Elohim, és a mi urunk Jahusak a másjáknak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jahusak a másiáknak a halából való feltámadása által. Tehát áldott legyen az Elohim a hatalmasság, és ami mi urunk, a Húsak a másiák atya. Neki ad köszönetet. Hiszen ő az, akinek az irgalmassága által eljött a megváltó, és feltámadta halából, hogy, hogy reményt adjon az emberiségnek, illetve mindenkinek, hogy, hogy ő is azt az utat járva eljusson hozzá romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Ami romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan, az nem lehet törvénytelen és tisztátalan és euh, engedetlen. Úgyhogy aki nem az ő szava szerint él, az nem lehet romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan. Senki nem lehet az, de aki meg sem próbáljanak, nincs is esély. Akiket Elohim hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A hit által őriz a mindenható az üdvösségre. Azonban, ahogy Jakab mondja a második fejezetben, a hit cselekedetek nélkül halott. Tehát a hit az, ami által üdvözlünk, azonban az cselekedetekben nyilvánul meg, a hit pedig hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Elohim igéje pedig a Tanak, az úgynevezett Ó Testamentum. Hiszen az az, amiről ebben az időben beszélhetnek, hiszen a többi még nem volt megírva. Meg fogjuk nézni a 13-as verstől, hogyan folytatja annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a húsak másiák hoznéktek, mikor megjelen a második eljövetelkor. Azonban azoknak, akik felkészülnek rá, és józanok maradnak. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, ugye a világi ember, aki Bűnben él, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Az ember nem élhet ugyanúgy, ahogyan azelőtt, hogy rájött volna, hogy ez az igazság, és megtalálta volna a hite. Erre szólít fel Kefa Péter is, hogy nem élhetünk úgy, ahogyan korábban. A tudatlanság alatt és csak és kizárólag a mindenható szava az, ami megmutatja, hogy hogyan élhetünk. Azok pedig nem mások, mint az ő instrukciója, a Tora. Az az, amit ő elfogad. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva szentek legyetek, mert én szent vagyok. Hogy hol van megírva, tulajdonképpen mindenhol, folyamatosan az írás során, hiszen uh, három Mózes, vagy a 11-es fejezet, mert én Jehova vagyok, a ti hatalmasságotok, szentejétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok. És meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, amely csúszik mázik a földön. Akkor hogyan lehetne most enni azt, amikor, ő azt mondta, hogy meg ne tisztátalanítsátok magatokat, akkor és ugyanonnan idéz első Péter Kefa, ugyanazt idézi, amit, amit, itt olvashatunk, és ennek ellenére mindenki össze Következő verszakban megismétli, mert én vagyok a hu aki felhoztalak titeket Egyiptom földjéről, hogy hatalmasságotokká legyek néktek, legyetek azért szentek, mert én szent vagyok. Vagy a 19-es, 3 19 ugyanezt mondja a 3 20 ugyanezt mondja. 3 Mózes 26 meg is, 26 megismétli. És legyetek nékem szentek, mert én, jahú, a szent vagyok, és kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyém legyetek. Ha ma ugyanúgy kiválasztja az embereket, aki miképpen szent az, aki elhívott, aki elhívja az embereket ma, aki kiválasztja őket szent, és legyetek ti is szentek, teljes életetekben, akkor hogyan élhetnénk szabályok nélkül, vagy ehetnénk bármit. Mert megvan írva szentek, legyetek, mert én szent vagyok, visszautal arra, ahol ugyanez a gondolat már előfordult, hiszen nem változott semmi, és ez pedig pontosan ott van, ahol a törvényeket megadta az embereknek. Ugye ez a, az étkezési törvények, három mózes a 11-es fejezet, illetve később évben a 19-es, 20-as fejeze Parancsolatok, a tora, az instrukciók ugyanúgy állnak ma is, mint ahogy mindig is fognak. És elmagyarázza még inkább a 17-es versben, és ha atyának hívjátok őt, ha valaki azt mondja, hogy ő a mindenható gyermeke, és ő úgy él, aki személyválogatás nélkül ítél, tehát pogány és jahudimot, vagy izraelitát, mindenkit egy törvény szerint, kinek-kinek cselekedete szerint félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét. Nem tudta volna ennél egyértelműben elmagyarázni. Úgyhogy ezek után, hogy hogy lehet azt hirdetni, hogy a, hogy a tora el van törölve, és hogy semmit nem kell csinálni, vagy csak részeit, az egy talány. Miért mondja, hogy félelemmel töltsétek ti jövevénységtek idejét? Azért, mert a bölcsesség kezdetei a huának félelme. Jó belántása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja, annak dicsérete megmarad mindvégig. Ugyan erre hívja fel a figyelmet Péter is. Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre. Szent és rettenetes az ő neve, ami ugye nem fontos már. Nem tudhatjuk. Nem kell tudnunk, elég mondogatnunk azokat a pogány dolgokat, hogy Úr, meg Isten, meg Jézus, meg a többi. Itt meg azt mondja, hogy elrendelte a szövetségét örökre szent és retted, és az ő neve. Nézzük meg, mit jelent az, hogy szent. Ez ugye első Péter, miképpen szent, az a 15-ös versben található. Ez pedig a görög szó. Strongs G-40. Hagias. Hagias. Hagias, ami szentnek van fordítva gyakorlatilag minden alkalommal, és azt is jelenti, a legszentebb dolog szent. Még annyit megtudunk róla, hogy egy rettenetes dolog szent, Mind fizikálisan tiszta, morálisan tiszta, vagy pedig úgymond vallási értelemben szertartásilag megszentelt. A legszentebb dolog. Ezt jelenti Hagios. erre gondol itt. Hogy fizikálisan és, ugye arról beszél, hogy fizikálisan és morálisan is hibátlan illetve vallás és spirituális értelemben szent. Az ember nem lehet szent, ha tisztáltalan dolgokat teszik, vagy arra gondol, vagy azt mondja, vagy úgy él, vagy a világ szerint él, vagy a világ hagyományait követi. Nem tudja teljesíteni ezeket a követelményeket. Nézzük, miből ered ez a Hagios szó. Strong's G53, Hagnos. Hagnas, Ami a görög Hagnos szó, azt jelenti, hogy egy egyfajta tiszteletadás, illetve tiszteletes, szent, második jelentése pedig tiszta, tiszta mindenféle testi bűntől megtisztított és visszafogott. Tiszta minden hibától, hibátlan. Tiszta. Ha tovább kutatunk, akkor megtaláljuk azt, hogy ártatlan, visszafogott, tökéletes, megtisztított, tiszta, illetve lelkileg és fizikálisan tiszta. Ha valaki azt gondolja, hogy ahogy azt mondja a megváltó, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, az az ő a megváltó, és ugyanezt ismételte meg, amit a, a Mindenható mondott, hogy ő is szent, illetve az Atya az, ha őt agyának hívjuk, aki személy nélkül fog ítélni, teljesen mindegy, hogy Jahudim, Izraelita vagy pedig pogány, személy nélkül ítél. Nem két külön szabályrendszer vonatkozik a két népre vagy az ötre. Mindenkinek a cselekedete szerint, akkor hogyan gondolhatja az az, hogy az azt eszik meg azt csinál, amit akar? mikor még figyelmeztet is, hogy félelemmel töltsétek a ti jövénységtek idejét. Félelemmel, mivel tudja, hogy félelem a bölcsesség kezdete. És hogy jó belátása van, értelme van annak, aki azt gyakorolja. Aki azt mondja, aki őt atyának hívja, példabeszédek Misli figyelmeztet arra, hogy a bölcsesség kezdete az úr félelme, így a hova félelme, és a szentnek ismerete eszesség. Aki őt atyának hívja, arról azt feltételezi, hogy ismeri. Azonban, ha nem úgy jár, nem úgy él, akkor nem mondhatja el azt magára. Ha már a szent dolgoknál tartunk, akkor gondoltam mindenképpen érdemes megnézni Beresít egy Mózes második fejezetet, amelyik így szól. És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi Elohim heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. És meg áldá Elohim a hetedik napot, és meg azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala, Elohim. Szóval a hetedik napot, ezek szerint a mindenható már az első oldalon a tanakban, az Ószövetségben megáldotta. Tehát ez nem egy zsidó dolog, vagy ez nem egy törvény, vagy ez nem egy akármi. Ez egyszerűen a teremtés óta így van megáldá, ami ugye a Héber szó. Strong's H1288 Barach Barach Barach, ami egy ige, és azt jelenti, hogy megáldani, letérdelni, illetve dicsőíteni, tisztelegni, vagy pedig átkozni. A megszentelés szó pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H6942 Kadesh 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 Kedés. Kedés, ami szintén megszentelni, illetve spirituális vallás értelemben megszentelni, felkészíteni, elrendelni, illetve elválasztani, különválasztani, megszentelni. Gyakorlatilag mindegyik alternatív jelentése a különválasztani szóval szinonim megszentelni, illetve, illetve szentként kezelni, dicsőíteni, dicsérni, elrendelni, arra valamire szánni. Ezt jelenti megszentelni, illetve megáldani. Tehát a hetedik nap szintén a tisztaság, a kiválasztottság, illetve a szentségnek a jele. Nem véletlen, hogy ő ezt a napot választotta, illetve ő így rendelkezett. Ez pedig második Mózes Semot 20-as fejezet. Meg fogunk nézni még egy példát arra, hogy hogyan is lehet az ember ö, szent, illetve kiválasztott, hogyan is különülhet el a világtól. 7-es vers így szól, illetve 8-as, bocsánat, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De a hetedik napja huának a te hatalmasságonak szombatja semmi dolgot, se tégy azon, stb. 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 ezt ismerj. Megszenteljed azt. Mit jelent az, hogy megszentelni ugye barák, meg ádani, kadás, kadás, pedig megszentelni, az, hogy különállóként kezeljük. Ez ezt jelenti. Az, hogy valami elrendeljük valamire, valamilyen célra, különállóként kezeljük. Elválasztjuk azt a többitől, a mindenható számára. Ő rászánjuk, ő ezt a napot. Így szenteli meg azt a napot az ember, és önmagát ezáltal. Hatos vers. De írgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, kik azok, akik szeretik, és az én parancsolatimat megtartják. Így szereti valaki. És így lesz szent, hiszen megtartja a szombatnapot, megszenteli, és akkor része lesz ennek a kiválasztott csoportnak. Folytassuk tovább, semott második Mózes 31 fejezet 12-es vers, azután szólalja a Mózesnek, Mosének mondván, te szólj az Izrael fiainak mondván, az én szombatimas bátyjaimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem, és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, örökké, hogy megtudjátok, hogy én vagyok a aki titeket megszentellek. Ő az, aki külön választja az embereket, akik engedelmesek. Ő az, aki elrendeli azokat valamire. Ő az, aki megszenteli, meg, szenteli, meg ágya azokat. Megtartsátok azért a szombatot, mert az külön választott tinéktek. Szent, különálló, elválasztott tinéktek. Aki azt megrontja halállal lakoljon, mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki a népe közül. Hat napon át munkálkodjatok, hetedik nap pedig a nyugalomnak, szombatja Jahuának szentelt nap. Huának elválasztott nap, külön választott, neki rendelt nap. Valaki szombatnapok munkálkodik, megölettessék, megtartsák, azért az Izrael fiai a szombatok, megszentelvén, külön választván, elrendelvén, különállóvá tévén. A szombatot nemzetségről, nemzetségre, meddig örök szövetségről. Legyen közöttem és az Izrael fiai között örök, jelez. ez! mert hat napon teremtette egy a mennyet és a földet, heted napon pedig megszűnt és megnyugodott. Ennyit arról, hogy a szombat már nem vonatkozik ránk. Úgyhogy mindenki, aki talál olyan verset, ami arról szól, hogy a szombat napot már nekünk nem kell megtartani, az írja be a hozzászólásba azt a verset. De ilyen vers nincs, hiszen nem lehet, hiszen kimondta, hogy örök szövetségülés ez egy örök jel mindenki, aki Izrael fia, az megtartja. Ez pedig három Mózes, vagy ikra 19-es fejezet, ami így kezdődik. Szóla ismét Jahua Mózesnek, Mosénak mondván. Szólj Izrael fiainak, egész gyülekezetéhez, az Eklésiához, és mond nékik, szentek legyetek, mert én Jahua, a ti hatalmasságotok szent vagyok. Legyetek különállóak, különválasztottak, elrendeltek a világtól, különállóak. Mert én, Jahua, ugyanilyen vagyok. Hogyan lesz valaki különálló a világtól? Hogyan rendeli magát Jahuának? 11. vers, ne orozzatok, se ne hazudjatok, senki meg ne csalja az ő felebarátját. Ne esküdjetek hamisan az én nevemre, meg megfertőzteted a te hatalmasságodnak nevét. Én vagyok, Jahua. Nem úr, nem Isten, nem Jézus, én vagyok Jahó. Ez a neve. Megmondta, hogy mi a neve. A te fele barátodat ne zsarold, se ki ne rabold. A napszámos bére nem maradjon nálad reggeli. Siketet ne szidalmaz, vak elég gáncsot neves, hanem félj a te hatalmasságotól, én vagyok Jahó. Ne kövessetek el igazságtalanságot ítéletben, ne nézd a szegénynek szemét, se a hatalmas szemét ne becsüld. igazságosan ítélj a te fele barátodba. Miért? Azért, mert ő sem személyválogató. Ezért nekünk kis olyannak kell lennünk, mint ő. Ő sem evett disznó, ő sem karácsonyozott együtt a pogányokkal, ő se festett tojás húsvétkor. Ezért olyannak kell lennünk, amilyen ő volt ahhoz, hogy mi különállóak legyünk a világtól. Ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj fel a te felebarátodnak vérelen, én vagyok a Huan, ne gyűlöd a te atyád fiát szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Itt van az, itt megy ki az ablakon az, hogy ne ítélj meg engem. Ez nem ítélet, ez figyelmeztetés, ez egy felszólítás. Az embernek kötelessége megfedni a felebarátját, ha látja, hogy az nem jó úton jár. És ez nem egyenlő az ítélettel. Azért, hogy ne viselje az ő bűnének terjét. Ha én nézem azt, hogy ő bűnt követel, akkor mind a ketten bűnt követünk el, hiszen ő a saját bűnél, én azért, mert hagyom, hogy ő ezt megtegy. 18. Bosszú álló ne légy, haragot ne tartsa te néped fiai ellen, hanem szeressed fele mint magadat, én vagyok, Jahua. Miért? Azért az én rendeléseimet megtartjátok, barmadat másféle állattal ne párosíts, szántóföldetbe. földetbe. Kétféle magot neves, kétféle szövetű ruha ne legyen rajtad. Így lesz az ember, úgymond szent. Így fog különállni a világtól. És még persze sok más. De a, a mindenható, a teremtő az, aki meghatározza, hogy számára mi elfogadható hogy számára mit jelent az, hogyan lesz valaki különálló a világtól, hogyan válik ki a világból, hogyan rendeli magát hozzá. Úgy, ahogyan ő azt meghatározza, nem úgy, ahogy én gondolom, ahogy az ember gondolja, ahogy a pogányok tanítják a vallásokban, hanem ahogyan ő azt leírta, ha valaki így él, az lesz szent, az kerül hozzá közelebb. Azért, mert a hit cselekedetek nélkül halott Jakab második fejezet. Nyolcas vers. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, mi az írás, a tanálkozó szövetség, hiszen ekkor még nem létezett úgymond britkázása, új szövetség, szeressed fele barátodat, mint te magad, jól cselekeztek, de ha személyválogatók vagytok, védkeztek elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mi? A törvény, ami az írásban van, az úgynevezett Ószövetség, a Tora, ami a tanakban található. Mert, ki, mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ő, és a, ha nem paráználkodott, de ölsz, törvényszegővé lettél. Ha visszaugrunk háromózes vagy vaikra, 19-eshez, bosszúan ne légy haragot, ne tartsad a tenépet fiai élen, szeressed fele mint te magadat. Hogyan szereted? Úgy, hogy megtartod az ő parancsolatait. Azt jelenti a szeretet, nem az, amit mi gondolunk. Így lesz valaki szent, így fog elkülönülni a világtól. Ezt ismételte meg Jakab a második fejezetben. Ez a királyi törvény. Szeressed fele mint magadat. És ez nem a brit az új szövetségben kezdődött, hanem már a leges legelején a sínai helyre. 3. 20-as fejezet, 7-es vers szenteljétek meg azért magatokat, legyetek különállóak, válasszátok el magatokat a világtól, és szentek legyetek, mert én Jehua vagyok a ti hatalmasságotok. És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat, én vagyok Jehua, a ti megszentelőtök. Ő az, aki külön választja az embert az ő parancsolatai által, az ember pedig követi járabban, és így a kettő között kialakul a kapcsolat, ami által az ember ki tud válni a világba. Nem az hogy mondogatja, hogy gondolgatja, hogy vasárnap a, a csülök pörköltet eszi a templomban, vagy nem tudom. Hanem az, hogy úgy él, Ahogyan a Mindenható azt megmondta. Nem úgy, ahogy ő gondolja, hogy jó, meg ahogy a világ mondja, meg ahogy a pap mondja, hanem ahogy le van írva. Ezért írta le, ezért szánt rá ennyi időt, ezért próbálkozott elmondani minden egyes oldalon, hogy az ő rendeléseit cselekednünk kell ahhoz, hogy az ő népe lehessünk újra elmondja a 22-es versben, tartsátok meg minden rendelésemet, minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket a föld, amelybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok, ahogyan most fogja tenni hamarosan az egész világgal. Legalábbis majdnem az egész világgal. Azért, ahogyan a világ él. Mert nem fogja elfogadni azt, ahogyan a világ él. Teljesen mindegy, mennyire mondogatja bárki, bárhol azt, hogy ő mennyire szereti meg ő neki, mennyire Jézus így meg, úgy, meg az Úr. Teljesen mindegy. Ki fogja okádni a föl az egész világot, majd hogy nem az egész emberiséget. Mert nem tartják meg minden rendelését, és minden végzését, és nem cselekszik azokat. És ne járjatok annak a népnek rendtartásai szerint, amelyeket kiűzök én előletek, mivel hogy mindezeket cselekedték ezért, meg utáltam őket. Akkor csak nem szeret mindenkit. Hogyha megútálta azokat, és ő nem változik, és a megváltó az ő parancsolatait hozta, és az ő dicsőségét kereste, és az ő parancsolatait hajtotta végre, akkor hogy változott volna meg? Sehogy. azok a népek, akik kitalálnak maguknak szokásokat, mint a 40 napos böjt, meg a sonka, meg a, a húsvéti nyuszi, meg a Halloween, ezek mind ki lesznek okádva a végén, mert utálja ezeket a dolgokat. Néktek pedig mondom, ti örökönli fogjátok az ő földüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a teljemézzel folyó földet. Én vagyok, a a ti hatalmasságotok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, megszenteltelek a népek közül. Hogyan? Úgy, hogy odaadta nekik a parancsolatai. Így szentelte meg őket. Tegyetek különbséget azért miközben a tiszta és tisztátalan barmok között, a tiszta, tisztátalan szárnyas állatok között, és ne fertőztessétek meg magatokat baroma, szárnyas állattal, sem semmiféle földön csúszó, mászó állattal, amelyeket megkülönböztettem előttetek, mint tisztátalanokat. Disznó nyúl, no ló, vaddisznó, no, angol a harcsa, stb. stb. És legyetek nékem, mik szentek, kiválasztottak, kihívottak, elkülönültek a világtól, mert én, Jahua, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyém legyetek. Ugyanerre hívja fel a figyelmet Saul Pál annak ellenére, hogy szegénynek az írásait elég durva módon félreértelmezi a legtöbb ember. elsőt, Timóteushoz négyes fejezet, a lélek pedig rak, hakodes, a szent szellem. Nyilván mondja, hogy az utolsó időben, amelyben mi élünk, némelyek, azaz majd a mindenki, elszakadnak a hittől, hitető lelkek és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén, letérnek a hit útjáról, ugye ki az út, a megváltó, ő az út, a fény, ami az életre vezet, Hazuk beszédűeknek képmutatása át, akik megvannak bélyegezve saját lelkiismeretükben, akik a saját igéket hirdetik, akik az emberek parancsolatait hirdetik, és azt mondják, hogy a mindenható szava is parancsolatai és a tora el van törölve. Ezek a hazuk beszédűek. Akik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodás, katolikus egyház, ugye, ahol nem lehet házasodni, illetve a 40 napos bőjt a pogány, hagyományok, melyeket Elohim teremtett hálaadással való élvezése a hívőknek, és azoknak, akik megismerték az igazságot, nem azt mondja, hogy bármit meg lehet enni, hogy tücsköt, bogarat, meg, meg gyíkot meg lehet enni, hanem azt, melyeket Elohim teremtett hálaadással való élvezése. A disznót soha nem teremtette hálaadással való élvezésre, vagy a kígyót, vagy a angolnát, vagy a törpeharcsát, vagy a garnélát. Nem is, jutott ez, nem is jut eszébe Saulnak, Pálnak ezt javasol. Ő neki a fejében meg sem fordul, hogy azt mondja, hogy tücsköt, poharat meg lehet enni most már. Másik fordításban ezért a hívők, akik megismerték az igazságot, mi az igazság, a te szavad, az igazság. Tehát kik azok, akik megismerték az igazságot? Mi az igazság? Mert a ja, hua szava igaz. Minden cselekedet a hűséges szereti az igazságot, és törvényt. Ja, hua kegyelmével telve a föld. Az ő szava, az igazság, az ő szava. A törvény, a törvény, az igazság ők azok, akik megismerték, akik értik. Nem akik mondogatnak, meg gondolgatnak, hanem azok, akik csinálják hálaadással, és nyugodtan megeltik ezeket. Ugye a probléma az, hogy ebből a fordításból úgy tűnik, mintha mindent meg lehetne hiszen minden jó, amit Elohim teremtett, semmit sem kell Visszautasítanunk, ha hálaadással fogadjuk az ételt azonban nem lehet mindent hálaadással fogadni. Ugyanígy a másik fordításban, mert Elohimnek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Azonban nem mindennel lehet hálaadással élni. Mert megszentelik Elohimnek igéje és könyörgés által. Szenteltetik, azaz különálló lesz, a világtól elkülönült, kiválasztott lesz. Ugyanúgy, ahogy Elohim az, ahogy a Hua az, ahogyan a megváltó az volt, úgy kéri, hogy mi is azok legyünk, de ahhoz úgy kell élnünk, és úgy kell cselekednünk. Tisztátalan állat soha nem lesz szent. Mindazok, akik úgy esznek, olyan dolgokat esznek, azok nem lesznek, nem tudnak egyszerűen közelebb kerülni hozzá, hiszen ő nem fog a tisztátalannal foglalkozni. Miért nem lesz szent? Azért, mert így mondta a teremtő. 5 Mózes Devarim, 28-as fejezet, ha pedig szorgalmatosan hallgatja Huának a te hatalmasságunknak szavára, amiben ugye beletartozik az étkezés, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, nem azt, amelyik egyszerű, vagy amelyiket, amelyiket, úgy gondolod, hanem minden ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor a Földnek minden népénél feljebb való tesz téged, a a te hatalmasságot, és reádszállanak szállanak mind. Ez áldások? Megteljesednek rajtad, ha hallgatsz a huának a te hatalmasságodnak szavára. Tehát a parancsolatok megtartása és hallgatása feltétele annak, hogy az ember szent legyen. 9. vers. Ja, hua felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdött néked, ha megtartod Huának a te hatalmaságnak parancsolatait, és az ő utain jársz. Ki az út? Ő az, aki felkészíti az embert a az arra, hogy szent legyen, hogy különálló legyen, hogy elkülönülhessen a világtól. Úgy, hogy megmutatta neki azt az utat, amin járnia kell ahhoz, hogy ez legyen. És ő meg esküdött erre, hogy ha megtartja az ember, az ő parancsolatait, és azon az úton jár, akkor ez lesz annak az eredménye. Ugyanúgy, ahogy megmondta a megváltó is. Én vagyok az út, az az út, amin járnunk kell az igazság, az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha itt azt mondja a mindenható, hogy a parancsolatai az út, és az ő szava testé lett, és az azt mondja, hogy ő az út, és az igazság, akkor a kettő nem lehet különböző. Mert Jahua szava igaz, minden cselekedete hűséges szereti, az igazságot és a törvényt, a ja, hova kegyelmével telve a föld. A törvény, az igazság és az ő szava egy és ugyanaz. Az az, aki köztünk járt, aki megmutatta, hogy ő az út, ő az igazság és ő az élet. És erről szól az egész könyv, mindvégig ugyanezt mondja. Az elejétől kezdve a végéig, beleértve a közepét. Következő részben le fogjuk zárni azt, hogy mit is jelent szentnek lenni, különállónak lenni a világtól, és mi az, amit a mindenható tőlünk elvár, annak érdekében, hogy részei legyünk annak a gyülekezetnek, azoknak az embereknek, akiket a végén, az idők végén, ami hamarosan bekövetkezik, a Föld és ő maga nem fog kivetni magából. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek, kattintsatok a Like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat. Hallelujah!